Megint élő adásban vagyunk Mádról, és már is itt van egy miniszter, aki mindjárt elmondja, mit jelent neki Mád. Üdvözöllek, miniszter úr, mit jelent neked Mád? Köszönöm a köszöntést, volt miniszter. Egy miniszter mindig miniszter marad. Mád nekem nagyon sokat jelent. Nagyon sokat jelent úgy is, mert életemnek a jelentős részét Borsodba éltem le, és ez a vidék nekem nem csak egy szép táj, hanem munkahely is, egy nagyon kellemes és jó munkahely is volt. És most ide dolgozni jött, vagy emlékezni? Nem, én ide most emlékezni jöttem. Elsősorban barátaim közé jöttem, de Mádra a magyar zsidó megújulásnak ennek a nagyon szép helyszínén, hiszen ha szerkesztő úr körülnézés bizonyára körülnézett és tudja, akkor látja, hogy előttünk az ország egyik legszebben helyretett zsinagógája, mögöttünk pedig az egyik legújabb ilyen felújított épületként a Mádi rabbinak a magyar építészeti lexikonokba is helyet kapó épülete áll. Ezek nagyon szépek, persze ezek kövek. De most élettel is. Kérdésére, hogy Mád nekem mit jelent, az a magyar zsidó megújulást jelenti, és most ezekbe a létesítményekbe, de nem utolsó sorban, hogyha a kamera körülnéz, akkor látjuk itt magunk körül azokat az embereket, akik megtestesítik mindazt, amiről mi beszélünk, megtestesítik a magyarországi zsidó kultúrát, a magyarországi zsidó hagyományokat, nagyon sokan a magyarországi zsidó hitéletet, és meggyőződésem, hogy és ez a jövőre nézve reményt ad, látva itt a sok fiatalt is, hogy Mád lehet a magyarországi zsidó megújulás egyik legfontosabb bázisa. Ha most az égi kávéházból édesanyja és édesapja lát minket, és biztos, hogy lát minket, mit mondana nekik? Mit mondana nekik? Most Mádon, hisz ön nem egy ortodox családba született, hogy ön most itt zsidóként a zsidók között Mádon. Mint ahogy említett, és nekem se édesapám, se édesanyám nem volt, hát hogy mondjam, templom vagy zsinagógába járó ember. Ugyanakkor mind a két ágon sok ősre visszamenőleg zsidó családból származtak, következésképpen én is. Tudatos zsidók, nem vallásos, de tudatos zsidó emberek voltak, a sorsuk is ehhez igazodott. Ők, meggyőződésem, hogy ők talán nem is az öröm szót használom először, hanem elégtétellel néznek le, hogy a Magyarországon az elmúlt 100 év minden eseménye mellett és után ilyen eseményre sor kerül. Bizonyosan örömmel látják, hogy itt ennyi ember van, és biztos nagyon örülnek nekik, hogy a gyermekük immáron maga is elég korosan, de egy szeretettel hívott vendég, aki nem vendégként, hanem lakóként, ide tartozóként jön ide. Mit szól a miniszter úr ahhoz, hogy alig 2 nappal ezelőtt televíziónkat elismerte a Magyar Médiahatóság, és Európa első zsidó közösségi televíziójában nyilatkozik most, ami Budapestről sugároz, most csak határon innen, de hamarosan majd határon túlra is. Az első szó a gratulációi, mert tudom, hogy ez emögött sok év szakmai és egyéb munka áll, hiszen ez nem volt egy egyszerű dolog megcsinálni, de megvan, és ennek én őszintén örülök és gratulálok szerkesztő úrnak. Meggyőződésem, hogy ez a televízió, ez nem csak a magyar zsidóság életéről és életének ad híreket és számadást, hanem előbb az országnak, majd ahogy előbb volt kedves említeni, Európának és a világnak is be tudja mutatni azt a virágzó zsidó életet, amely jelenleg Magyarországon ma szárba szökken. Miniszter úr, televíziónk szlogenja zsidókról, nem csak zsidóknak, és reggel 6-tól reggel 6-ig minden kedves nézőt szeretettel várunk, származásra való tekintet nélkül. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre. Egyik nézőként, egyik leendő nézőként köszönöm. És nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Az elmúlt percekben az első magyar miniszteri interjút hallották a Heti TV-nek.